Köszöntöm nagy szeretettel a tisztelt publikumot. Itt Timiszkó, és akkor folytatódik a GTA 5 végigjátszása. Néhány nappal ezelőtt volt egy live kísérlet. Hát nem a legjobbra sikeredett az a live sajnos, úgyhogy most úgy voltam vele, hogy inkább visszatérünk a rendes részekhez. Először is körülnézünk ebben az útvart szarházban, és már is zargat minket Lester. Mondjad, bro. Utálom a számládra az ékszerüzletes izét. Na! Király! Hú, hála az égnek, gyerekik. Akkor megérkezett az ékszerrablás. Mennyi kiskást kaptunk, várjál! Nem, ez 1 millió. Ez több mint 1 millió dolcsi. Hó, ebből már veszek egy komolyabb PS-t. Na jó, nem először. Wow. Figyeljétek már a kis mágust. Nem, ebből egyébként izét fogok majd venni, egy jó kis toalettet, mert mi a fasz, 5000 dollár mínusz. Aman, de mi a szar csináltál már megint? Melyik kandúrodnak kellett 5000? Trouble with the cops and I needed help. Kurva anyádat, bajban volt Amanda a zsernyákokkal, és pénzre volt szüksége, vagyis hát segítségre, gondolom ezért vontak le 5000-et. Hát, hogy rohadná meg Amanda. Többet ért az 5000 dollár, mint az életed. Na mindegy, e-mail. Guns, oké, ezeket nem olvassuk el, csak azért, hogy ne jelezze, ugye, olvasatlanként. Na, átöltözünk, gyerekek, amúgy nem tudom, hogy miért itt töltött be a játékások, hanem itt hagytuk abba, de tök mindegy. Na, jó kis öltönyt kéne venni. Na most kicsit öltönybe toljuk, gyerekek. Öltöny, nadrág, ez nagyon adja. Oké, jók leszünk. És akkor tényleg nem itt hagytuk abba, hanem valahol a város közepén. Na se baj, legalább mehetünk a jó kis autónkkal, ha már itt töltött be a játékállás. Wow, itt vagyunk az udvarban, ott van a vezérgépünk. Nem tudom, hogy lementettem-e valamilyen autót. Nyíki drágaságom. Azt én mentettem le még annó, ott is marad akkor. Megyünk inkább ezzel. Azt kell megnézni, hogy hol tudom most küldit vállalni. Ott van nekünk egy B betű, egy kérdője, meg Trevor. De én most megnézem Trevor címboránkat. Trevor úgyis most ért át Los Santosba a kisöreg, úgyhogy megkukkantjuk. Service, bank, bla. Több a pénzünk most, mint az eszünk, gyerekek. Bár eddig sem volt olyan nagy panasz. Michael nem egy csóró gyerek, úgyhogy hát higgyétek el, Michaelnél nincs olyan, hogy hónap vége. Meg úgy ennél az egész De Santa családnál, szóval ja. Irány akkor, gyerekik, Travishez. Trevorhoz, természetesen. Nagyon sok volt a Fear the Walking, de Trevort meg Travist állandóan keverem. Isten nyugosztalja Travis barátunkat. Hát én még bízok a fordulatban, úgyhogy ő is túléli, mint Daniel Salazar, másik nagy kedvencem, de hát nagyon brutálisan úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ugye, hogy meghalt az öreg Travis. Hát nagy kár, nekem az eleje óta ő a kedvencem. Szóval eléggé negatívul érintett ez a dead scan. De hát ez van, ugye ezt kell sajnos szeretni. Mindegy, most ne erről beszéljünk, hanem térjünk át a GTA 5-re, Jézusom, fiatalember! Mit csinálsz, te mókus? Nehogy már még az én hibám legyen? Na, 17 dollár. Jobban nézzél közebb körbe, már mondjuk te már nem fogsz többet körbenézni, hülye gyerek. Hát ez kell ide? Majdnem elütöttem, hogyha világ, akkor inkább megöltem. Na, oké. Okay. Rendesen elbántam a szarjankor, de most komolyan mit ugrott be ez elénk? Martin, finally I have received your payment, the house will son. Aha. Oké. Úgyhogy, Martin, ennek a csávónak izéltük ugye szét a házát. Hát ja, szóval ki lett fizetve, megkapta a pénzét. Ne is halljak felőle többet, kis köcsög, ne is lássalak téged, meg átkodott légy örökre, minden. Ha most troll lennék, bevágnám az Origót, de hát nyilván nem akarok copyrightot, inkább mindenki olvassa az origo.hu-t, mint hogy azt az Outward zenét hallgassa. Úgyhogy gyerekik, megérkezünk, szépen lassan begurulunk. Milyen jó lenne, hogyha zenét is hallanám, már felejtettem komolyan, hogy melyik a rádió állomás, a Q betű, aha, Vinewood, Boulevard Radio. Jó lett volna még, hogyha egy kis musicát hallgattunk volna. És akkor itt vagyunk ezen a lepukkadt szar helyen, ahol ugye Trevor barátunk húzza meg magát. Hát nem valami elegáns kis hely. Na mindegy. Return as Trevor to start this mission. Lehet, hogy át kell váltunk Trevorra, hogy elkezdjük ezt a missziót. Sőt, több mint valószínűleg át kell váltunk Trevorra, hogy elkezdjük ezt a missziót. De azért még felnézek. Hát, ja.
Michael nem tud bemenni, szóval át kell váltunk Trevi barátra. Nem szívesen teszem ezt, főleg, hogy remélhetőleg Trevi nem kurválkodik a vár... A persze! Trevor barátom, milyen is lett volna, hogyha te nem a város ezen szakaszában nyomulsz, de semmi gáz. Semmi gáz. Várja, baszki, akkor ez nem is közös küldünk lesz most? Hát baszki, én most Michael-el akartam volna egyet, nagyon most ezzel a fasszal mentünk az utóbbi időben elég sokat, szóval vissza. Lehet, hogy ez nem is közös küldi lett volna. Tök mindegy, na. Nem, én nem leszek most a csövivel. Bocs, Trevor, mert minden, majd jövőre. Nem, tényleg én most Michael-el akarok nyomulni, amúgy beszarnék, hogyha Michael most egy pillanat alatt átment volna egy másik helyre. Megesett, megesett, lehet, hogy ő gurul most be ott az autóval, hát nem. Ugyanitt vagyunk, akkor viszont eljön megnézzük azt a bizonyos B betűt. Egy pöppet akkor még kell autókázni. Michael sztoriát toljuk most egy kicsit, mert még Franklinnel voltunk a legrégebben, de nem baj, a teknős béka még várhat egy kicsit magára, ugye? Hol az autó? Hol a herénbe van az autó? Jézus Mária! Mi a tököm? Nem is értem. Hát akkor lehet, hogy ebben mégiscsak a csövivel leszünk, gyerekik. Elvitték az autómat. Én azzal akartam menni, hát ez kibaszás volt. Hát hogy képzelték ezt? Megnézzük, mi van a Franklinnel. Franklin van most, küldi a gyerekik? Szerintem nincs neki. De azért megnézzük, mert már nagyon régen voltunk vele. Él még ez egyáltalán? Tényleg már ki tudja, mikor jön. A bank az ékszerbolt rablás óta nem voltunk vele. Nem hiszem, hogy most nagyon fogunk vele menni. Csak megnézem, hogy a gettóban mi a stájsz. Ahogy látom, minden oké. Na, ez kellett még. Itt a csoki asszony. Itt meg a modernkori CJ. Éppen veszekednek, és még felirat sincsen. Nagyszerű. Legjobb, ha legalább angolul is, de lenne egy kis felirat. Ok. Leszarom, hogy mire van szükséged. Goodbye. Csak nem egyik nőcskénk volt. Azt mondta, hogy egy kicsit több biztonságra van szüksége az életében. Na mindegy, főküldünk itt ezzel a kis pöcshuszárral. Úgy látom, hogy most nincsen. Legalábbis nekem nagyon úgy tűnik. Hát akkor továbbra is maradjál egyedül pekhütté vált farkaddal, kedves Franklin. És hát akkor nyomjuk a csövivel, gyerekik, nyomjuk a csövivel, én azt mondom. Bár attól függ, komolyan mondom, hogy ki meg van a legközelebb küldetése. Attól függ, hogy kivel nyomjuk. Nem tudok dönteni, gyerekek, a bőség zavarával küzdök, csodálatos ez a GTA 5, de néha kicsit soknak érzem ezt a három szereplőt. Jó, legyünk mégiscsak a multimilliárdos gyerekkel. Na jó, aztán most már tényleg elég volt a hepajkodásból, meg a hülyeségből, most már jóba is megárt a sok. De én innen nem tudtam feldolgozni egészen, hogy lenyúlták az autónkat. Komolyan. Most hova tűnt? Ilyenkor a labba visszamegy a garázsba, vagy? Én nem tudom. Na mindegy, lopunk mindjárt egyet. Gangster módjára, niga. De itt kéne lennie tényleg ennek az autónak. Na mindegy, hát itt álltunk meg. Akkor viszont irány az a B betű. Ez nem tudom, hogy ki az a B betű. Hamarosan kiderül, az főküldetés. Annyi bizonyos. Na mi van itt, nagyban szívod a cuckost. Na jó, most nem verekszünk, mert nem kéne a bunyó. Téged szarra vernél, csak amikor jön a család, az már egy pöppet húzósabb. De a fehér autó eléggé tetszetős. Szóval bebugázzuk. Miféle korcs van itt, Jézus Mária. Na mi van? Beszartunk, hogy megszólalt a riasztó. Nem láttál semmit, köcsög, értem? Nem láttál semmit? Átmegyek a nyakán. Jaj, még ki akar a korcs miatt ráncigálni. Gyere, dagad, disznó. Nem tetszik a pofád? Félreütöttem. Szívesen átszabom. Rohadék. Ennyi voltál. Menj picsába. Na, mit keménykedett a korcsa miatt? Nekem akart jönni ez a korcs? Hát, nem tűrtem. Oké, bepottanunk a vezérgépbe. Annyi a baj, hogy egy pöppet megtört. Tracy, mi van, örömlány? Na, what's up? Tönkretetted az életemet, jaj! Megmentettelek attól, hogy még jobban lerárasd magad, te ótvard örömlány. Jó van, na, mi van, megjött a mensid? Vagy mi a tökömért kell itt izélned? Maradjál már, még én vagyok a kibaszott fasz. Még egy ilyen szó, aztán belebasznak a betonba. Hét jú, hál' Isten, én is hét júlak téged. Na. Oké. Nem tudom, hogy mit kell
picsogni ennek a fapuccinak. Minden esetre megyünk inkább küldeté. Ha-ha-ha! Szép volt, az egy reflex, tudjátok az évek meg a rutin. Megyünk inkább küldizni egy-egy gyerekik. Üzenetek. Jó, nincsen üzenetünk, úgyhogy fő a vezetés. Hú-hú-hú, kérem szépen, el sem hiszem, hogy én vezetek ilyen jól. Én lenni ilyen jó sofőr? Hát nem, nem ez volt a tapasztalat a GTA-kban részemről, de hát azért valamikor el kell kezdeni, mert most már azért így, ahogy öregszik az ember. Tényleg mondom, korral jár már ez a jó kis vezetési tudás, mert minden, nem egyébként. Még mielőtt itt elszállni magamtól, én soha nem tudtam a GTA-ban olyan nagyon profi szinten vezetni. Mondjuk, ja, azért eléggé vigyázok rá, most figyeljétek. Egy kicsit elcsortuk, de azon kívül semmi rosszat nem tettünk vele! Pillanatra beakadtunk, és még ennek ellenére is elkerültem a balesetet. Gyerekek, aki tud, az tud. Akkor legalább már... Hogyha már közel vagyunk az otthonunkhoz, beugorhattunk volna a garázshoz, na mindegy. Miért van egy olyan megérzésem? Jajajaj, nekem ne gyere. Hogy az a gazdag faszhoz kell most elmennünk, akinek tönkretettük a házát? Remélem, hogy tévedek, csak az a buzi lakik ugye ezen a környéken. Eléggé unszimpi ez a környék, én is gazdag vagyok már, mint a... A... Michael, de... Ajú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 j
Ugye nem döglött meg, ennyi tömeg döglött, nem baj, lopunk egy másik autót, ez legalább még nincsen bezúzva. Hú! Kiszállni! Köcsög! Na, ki a köcsög? Hehehehe! Óvatosan gyerek! És beadták az egyes, nem tudom, hogy ki adta be az egyes, biztos meglátott az egyik izé, papucs állatka vagy valami, aztán hirtelen rám küldték a zsekákat, de semmi gáz, attól még elvisszük a vezérgépet, és megyünk küldizni bizony ezerre. Ha jól hiszem, akkor ebbe a GTA-ban is úgy, hogy elindítunk egy küldit, jó, amúgy is elmúlik a körözésünk, mire odaérünk, de azt hiszem itt is elmúlik egyből a körözés, javítsatok ki, hogyha tévedek, akárcsak a GTA 4-ben, ugye? Na mindegy, hamarosan bevágódunk. Jajajajaj, óvatosan, óvatosan, kérem szégyen. Jaj ne, itt egy zseka. Itt a zseka, hol a zseka? Öcsi pöcsi, lóg a pöcsi. Három kislány pöcögteti. Azt hittem, mi a szar, kettes? Miért adták be a kettest? Nem is csináltam semmit, de most tényleg nem értem, hogy miért adták be a kettest. És nem is abban a pillanatban, amikor elloptam ugye az autót, szóval ez így dupla kérdőjel. Na mindegy, mindjárt megérkezünk a tett helyszínére. Húha. Hova föl nem jöttünk, gyerekik. Eléggé vad ez a hely. Oh, wow, wow. Beállunk valahova. Itt aztán nincsenek trabantok a parkolóban, mit ne mondjak. Pedig az a best autó. Nem baj, itt kiszállunk. Ajaj, megjött a policia, ja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 j
Jézus Mária, Jézus Mária, higgadjunk már le egy pöppet, jó emberek. Oké, megjöttünk. Irányba a küldetés helyszínére, gyerekik, mert ez így nem lesz jó. Mi a szar? Hol kell bemenni? Ajajajajaj. Nehogy lelője, ne. Felesett réfa. Bazeg. Drága ruhámat így kellett megbecsülni. Mi a szarért kellett belelőni? Én miért? Jaj, bazeg, le fognak szedni a kurva anyjukat. Baszki. Nem is erre kéne jönni, de azért erre jövök. Baszki, drága öltönyöm, tiszta vér lett, rohadékok. Többet ér ez az öltöny, mint az életetek. Wow! Egyet lebukfenceztünk, lerambóztunk. Csak azt kéne tudni, hogy van-e itt. Na itt van. Na végre. Csak engem emlékeztet egyébként kísérteti esen. Hú, de szexik vagyunk ebbe a véres öltönybe. Kérem szégyen. Baszki, ez a csávó, nem tudom ki. Lehet, hogy csak én felejtettem el, és szerepelt már korábban, de tudja az ékszer melóról. Na mindegy. Valami zsernyák ez, vagy valami haverunk, nem tudom. Na mindegy, egy biztos, nagyon szexik vagyunk így, és igen, elmúlt a körözés, mikor elkezdtek a küldi gyerekek. Trevor, pár napja. Trevor back. Trevor eléggé egy felfordulást okozott, annyi biztos, gyerekik. Hát nem tudom kinek fogjam pártát, én inkább maradok a Michael-lel. Egyébként jobban bírom a Michael-t. Nem, Trevor annyira nem fekszik nekem, nem tudom. Egy köcsög. De komolyan nem tudok annyira Trevorra azonosulni, nem tudom. Inkább ezzel a gazdag fasszal vagyok, meg a csoki fiúval, de... Na ja. My problems, so... Te problémád is, mi együtt vagyunk, vagy mi? Together? Minden? Not.
Ha elvesztem a munkám, valaki bemegy az irodámba. Nem tudom, hogy ki ez a tag, de mindegy. Fuck you. Fuck you, te hálatlan fasz, nem vagyunk neki valami hálásak, annyi biztos. Na mit akar ez? Térjünk a lényegre. Na mi van? Mert mi van a állásoddal, tesó? Na mindegy, akkor menjünk together. Mire van szükséged? Pénzre, köcsög, minden pénz kell nekem. Ferdinand Kerimov. Meghalt. El kell kapnunk a tagot? Oké, meg lesz. Ajaj, ez nagyon nem jó. Akárki is vagy tesó, de muszáj lesz ügylátszél segítségre érkeznem. No. Mi a kurva élet? Hogy leütött a köcsög gyerekik? Mi a tököm? Kicsit mindig is kedvelte. Még leütött minket a vén fasz, beszarsz. Gyerekek, én nem tudom, hogy ki ez a tag, de jól leütött minket, elbánt velünk, de ezért el fog fizetni a kis köcsög. Jaj. Én tökre azt hittem, hogy segítünk neki. Mi van? Kórházban vagyunk? A pöcsömet nézegetitek? Jézusom, itt vagyunk gyerekek a kórházban. Az komoly. Azért remélem megműteni nem kell. De komoly már, én még ilyet se láttam. Hé, itt vagyok! Gyá! Köcsögök! Nem kell itt lesni! Még visszatért a halálból, beszarsz. Madafaka! Ugye nem a rendőri lövések maradtak meg rajtam. Hol a tökönbe vagyunk amúgy? Jézusom, nem hittem volna, hogy ilyen akciódús rész lesz. Hands in the air! Arra adjál ruhát, köcsök. Hands in the air. Jézus, gyerekek! Az úgy lesokkolt ez a küldetés kezdés, nem ilyenre számítottam. De vadak vagyunk. Az öltönyömet nem tudom, hogy hova a szarba vitték, de drága volt! Drága, mint itt a személyzet élete. Megdöglött. Oké. Oké. Tűrű. Tűrű, 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 tűrű. Beponnyadt Pina. Na jó, nem tudom, mit csinálunk. Itt éppen. Dave, hívjuk most ezt a köcsök faszt. Nem tudom, mi volt. Skajak, ez volt a taktika, hogy leüt és ide kerüljünk? Jézusom. Ok, és hogy jussak fel az emeletre, baszod? Hogy? Ajaj. Ajaj. És hol a fegyóm? Bazd meg. Hands up! Hoh, köcsög. Ennyi voltál. Ajaj, gyerekek, és életerő ügyileg sem állunk valami jól, mert ugye ezek a köcsögök, rendőrök is nekünk jöttek. Jó küldi lesz ez, már most tetszik. Hoh! Vissza fedezékbe, baszke, azt hittem, hogy nincs ott senki. Gyere elő! Ennyi voltál, iga, gyerek. Nagy understanding, köcsögök, én csak ki akarok innen jutni. Hoh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 
motherfucka! Jujjujj! Megdöglünk, motherfucka! Ajaj! Ajaj! Ajaj, óvatosan! Kurva anyád! Óvatosabban gyerekek, egy kicsit muszáj regenerálódni. Paf! Gyertek, köcsögök! Jaj, bocsánat, elnézést, már túlzottan is beleéltem magamat itt a dolgokba. Jó rész. Nem tudom, minek lövök bele, amikor megdöglött. Jönnek a köcsögök ezerre, gyorsnak kell lenni és határozottnak, srácok. Ajaj, még mindig vannak. Ide be! Motherfucka, jó! Ah! Hú! Ajaj. Hagyjatok elmenni, köcsögök. Kell az élet. Oké. Gyorsan, ami komolyabb fegyverzetre kéne szert tenni. Ott a soti. Gyere ide! Mindenesetre felvettünk egy medikitet. Ott is egy medikit. Ott egy köcsög. Köcsög, itt nézegettem már a testünket. Azt hitte, hogy meghaltunk. The legends never die, bitches. Ezt tanuljátok meg.
Na, és most elhúzunk erről az ótvart helyről, gyerekik. Nem tudom, hogy honnan kaptunk most lövést, de őszintén szólva leszarom. Egy a lényeg ki innen, itt az exit, valamerre. Ho-h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 o
Oké, akkor erre jövök. Jó, nem erre jövünk. Lépcsőhöz kell érjek. Dave. Michael, a fegyvereidet megtaláld egy fekete szemet, szemetesben a bizonyíték raktárban az emeleten. Thank you, thank you, thank you. Fel kell mennünk akkor az emeletre valahogyan ezek szerint. És hogy működik ez a lift dolog? Várj, itt valamit kiírt. Nem írt ki, nem írt ki. Mi van, nem kell felmenni? Hogy működik? Hogy a tökönbe kell felmenni? Fire exit, aha! Azt hittem, majd liftezni fogunk, óvatosan, óvatosan. Mi az, hogy senki nem jön be, köcsög? Mi az, hogy senki nem jön be? Olyan gyorsan tárazzunk be, mert itt jön is valaki. Nem, nem jön senki. Elvileg. Tűrű, 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 tűrű. Nagy félreértés volt, köcsög, de ezt még megbántjátok. Na, fegyverét megtalad egy fekete szemetesben a bizonyíték raktárban az emeleten. De melyik emeleten, baszki? Itt van 30 emelet. A legtetején? Vagy nyilván. Óvatosan, gyerekek. Itt lesz még egy köcsög. Ha! Először mellé lőttem a niga gyereknek. Melyik emeletre gondoltam? Menjünk még följebb? Nem tudom, fogalmam nincs, mindegy. Menjünk, megyünk. Nincs vesztenivalónk. Itt lesz elvileg. Ha, 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 ha. Új, új. Óvatosan, óvatosan, óvatosan. Jó hely. Csak kicsit csak a köcsög. Előveszünk valami komolyabb fegyverzetet. Gyere köcsög, ennyi voltál. Oké, és most kurva gyorsan megszerezzük a fegyvereinket. Nem azzal lövöldöztek ránk. Ajaj, azért egy cikit lenne egy pöppet, hogyha saját fegyvereimmel nyírnának ki. Én csak ki akarok jutni innen, ti gecik! Miért kell egyből előni, bazd meg? Arra nem tettek, hogy ti azt hittétek, hogy megdöglöttem. Ajaj, gyorsan kéne valami kaja, pia, vagy akármi. Mert kurva sok a köcsög, és kurva kevés az élet. Hagyjatok elmenni, ennyit kértem, retkes köcsögök. Na, oké, megkeressük. Itt voltak a fegyójaim? Így is van, szereztünk fegyót. De ez nem mind az én fegyverem volt, vagyis hát volt még, volt még. Volt még, itt csak egy... Ennyi, nem ennyi volt. Ne basszatok már föl. Na mindegy, a legjobb fegyómat megkaptam. Komoly tűzérségem van most már. Akkor távozunk a valagúton, úgy gondolom. Valamerre kijutunk, ott pedig egy medikit. Azt mindenképpen felvesszük. Oké. Erre fogunk távozni, gyerekek, az ablakon keresztül. Így. Nagyszerű. Nagyon akciódus távolás. Opp, a szemétbe! Ez az! Végül is. Bocsánat, kuka, hogy én voltam a kuka. Meg minden. Persze! Remélem, hogy megkapjuk a körözést és rázd le a zsarukat, egyértelmű. Ezzel megyünk, lehet, hogy a másikkal jobban jártunk volna, mindegy. Elinne, gyerünk már, indítsd már! Hú! Wow! Gyerünk, köcsögök! Piece of shit! Oké, és most lelépünk. Már csak az a kérdés, hogy merre? Húha! Nagyon jó akciós küldetésbe rázódtunk vissza így a GTA 5-ba. Szóval csak kurva gyorsan el kéne menekülni. Ha-ha-ha! Nem tudom, hogy miért érte meg nekünk ez a küldi, de hát nyilván van rá logikus magyarázat. Nincs valami PN spray vagy valami itt? Jajajaj. Ezért ez már nem a GTA San Andreas. Ott a festészet, gyerekik, oda kéne eljutnunk. Los Santos Customers. Na mondom, Los Santos Customers. De ahhoz meg kéne fordulni, és hát gondolom itt is úgy van, hogyha körözéssel a nyakunkba megyünk, akkor be sem mehetünk. Szóval erre figyelni kell. Húha. Na mindegy. Ajaj, élesedik a harc. Ajaj, mindenhol sok a köcsög. Szóval, de szaggatunk. Jó, ide szaggatunk. Jó, ide beszaggattunk. Nagyon droppolunk. FPS drop forever. Nem tudom, hogy mi oknál fogva, de bedroppoltunk az előbb, igencsak. Most már talán helyre áll a gond, oké. Vüm vüm. Úgyhogy most már csak gyorsan el kéne
érnünk arra a helyre, és lehet, hogy nem is lesz rá szükség, mert lemegy a körözésünk, hogyha minden igaz. Nagyon jól állunk minden esetre, de menjünk csak biztosra. Mindjárt lemegy, mindjárt lemegy, mindjárt lemegy, menj már le. Nem állunk be akkor sem, gyerekik, akkor is egyenesen ölmegyünk. Megjavítatjuk az autót, mert mindent tudjátok. De mondjuk tényleg ezt a kocsit megjavítatom, mert ez annyira nem rossz. Hát, nem is valami jó. Jújjúj, nem kéne megállni, nem kéne megállni. Na nem baj. Jó, leráztok őket, szóval nem megyünk oda. Bazd meg, is letettem a telefonhívást Franklinnel, na mindegy. Akkor lopunk egy új autót, gyerekik. Lement a körözés, nem kell elmennünk oda. Csak kéne egy új autó, meg fölhívjuk a Dave-et is. Valamiért fölhívtuk a Frankie gyereket. Mi a fene volt ez, te köcsög? Az életemet kockáztattam. Az konkrét. Mi lesz most, köcsög? Aha. Vágom, ezt az autót mindjárt benyúljuk. I'm out, Dave. Ki a tököm a főnököd? Én vagyok a főnök, köcsög. FIB és az IA épületek között. Aha, szóval nem valami jó fej gyerekekkel kéne most találkozni. Csá! Mint azt mondta volna a végén, hogy csá. Na mindegy, annyira nem figyeltem a feliratokat, szóval valami FIB, meg valami nem tudom milyen ügynökökkel kéne találkozni. Ugye hát az FIB-sok azok gyakorlatilag az FBI-osok, csak hát ez valami kis koppintás, az FIB az már GT 4-ben is volt korábban, szóval ja. Kurva jó, na mindegy. Akkor, az de finom volt. Átértünk még sorompó elől. Na, folytassuk is a kis videónkat. Nem tudom őszintén szólva, hogy hány percen járunk, de szerintem ez nem lesz egy rövid rész ezek tudatában. Nem egy rövid küldiről beszélünk, na mindegy. Az izgalom a tetőfokára hág. Attól függetlenül elmegyünk most a kijelölt helyre. Fogalmam nincs, hogy mivel állunk szemben éppen. De mindjárt kiderül. Eléggé érdekes egy misszió ez, maradjunk annyiban. Hú, nagyon adjuk neki itt most a tempót. Vüm, itt fölhajtunk. Remélhetek Franklin barátunk is itt lesz valahol, ugyanis mondom még egyszer, elkezdtük őt hívni, csak hát én hülye véletlenül letettem. Na mindegy, ide jövünk, megérkeztünk, annyi bizonyos. Egy jó kis gép ez, jó a hangja, minden. Na, itt van a Franklin, hoho, cső bro! Helyzi? Na, el kell tűnöd a városból. Miért kell neki eltűnnie? Egy nagy kirándulást. Mi a szar? Ugye nem az ékszerbolt kirablás után van. Ajaj, tudja, hogy ez miatt van most ez a szarság. De jó, hogy én nem ismerem a GTA 5-öt, gyerekek, tök jó így játszani. Ja, tényleg, nekem ez még új, és ez így tök jó. Na. Ja, mondjuk csóri tényleg elég sok minden gyötri, de nem baj! Ne rinyáljál, Niga, te neked is jó pénzed jött ebből az ékszerbolt rablásból. Milyen büdös lehet már ez a kis, trikó rajta. Most nem azért, meg azért gondolom a Franklinen is izzad, na mindegy. Fú, de szép ez a kibaszott város, gyerekek. Amikor nem még aktív lettem. Az a bamba kiért fej. Azok az aranyfogak. Na jó. Figyeljünk inkább a szövegre, gyerekek. Én figyelek. Ajjaj. Franklin még nem is tudja nagyon a Trevoros ügyet. Hát nem olyan egyszerű, baszki. Nem olyan egyszerű, hogy Trevort kinyírjuk. Szóval, ja. Oké, gyerekek, elnézést, hogy most nem poénkodok. Igyekszek, figyelem most a feliratot, nekem ez meg tényleg új. Én egy angyal vagyok hozzá képest. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man. Look, man. You help me. You help me. Man, the least I can do is help you.
Jó, kösz, kösz, bro. Igazán rendes vagy, Franklin. Kösz, kösz. Együtt vagyunk jóba a raszba. Jó haverok egy életre, nem? Na, ja, rossz fiúk egy életen át. Na, felszállok a fára, bassza meg. Jó gyerek vagy, Franklin. Az új CJ-ként tekintek rád. Fantasztikus tolvaj vagyok. Come on. Jobb, ha mész. De most hova fog ez menni, vagy... Nem tudom. Köszönj velem, vagy tesó. De ez most hova fog menni, gyerekek? Ez most emegy, izé, vidékre? Vagy... Rökön tudja. Mindegy, távozott. Nem tudom, én személy szerint, hogy miért. Mindegy. Ez a küldetés sikeres volt. Halotti séta. Jó küldi volt. És megint ennek a buzi B betűnek kell küldetés válni, meg van egy M betűnk is. Az M betű, van egy Lester. A Lester az ugye a Franklinnek van. Trevornak is van egy T betűje. Michael, menjünk haza. Haza kéne nézni, én azt mondom. Elnézünk, home. Mondom, elnézünk home. Na, végre. Most ha már akkor elkezdtük, akkor toljuk azt. Én szerintem úgy leszek vele, gyerekek, hogy egy részben akkor mindig egy szereplőnek vigyük a történetét. Tehát ez egy részben nem akarok két emberrel is menni, akkor most inkább megcsinálom két küldit Michael-lel, értitek? Aztán majd a kövükben leszünk a Franklin-nel vagy a Trevorral, értitek? Magától értetődő. Szóval, ja, menjünk akkor haza. És nem akarom megint ez a buzi Dave-hez menni. I know you, bro buddy. Mi van? Mi történt? Hé, kinek kell helpelni? Mi van, örömlány? Mi történt? Mit csináltak? Ezeket kell megállítanunk? Ezek szerint ezeket kellett volna megállítanunk, vagy... Nem, ezeket a köcsögöket! Hé! Mi folyik itt, buzik? Hé! El innen! El az útból, köcsögök! Nem bántunk csak úgy gyönge hölgyeket, gyertek ide, velem kell nagy pofátoknak lenni. Na, velem szembe legyetek nagy ágyúk, meg férfiak. Még játékban is elítélem a női erőszakot. Igen, és ennyi volt. Valaki, ez nem érte meg, ez kurva nem érte meg nekem. Kurva életbe. Én segítettem, láttátok jó szívűségemet, azt nekem adja be a ketteset, dögöljenek meg. Retkes rendőrök, ennyit ér az összes, fú a kurva anyátokat. Na mindegy, elmentem innen. Retkes zsekák. Annyi a lényeg, kettes körözést megkaptuk, természetesen megint én kaptam el a kettest, hát ez hihetetlen. Hát tényleg láttátok, én is próbáltam jó srác lenni, szegény csajot segítséget kért, hogy megtámadták őt, meg a barátnőjét, vagy mi volt. Hát én meg lelőttem a rossz fiúkat. Segítettem nekik erre, meg ez a hála, na mindegy. Fuck police. Inkább akkor törődjünk a sztorinkkal, a fő sztorinkkal, úgyhogy go home, gyerekik. Ez a nagyon szexi autó, amúgy nem lenne rossz az autó. Azért nem menteném le a garazsamba. Jajaj. Léci, ne, most már zsernyákokat, ne. Már elég, bazeg, két tűz között, akkor merre menjünk egyenesen, vagy hátulra fussunk beléjük, tök mindegy. Mondjuk, hogyha elmennénk lefele, jó, ennyi, lement a körözés, király. Nagyon szexi így vezetni. Kéne csorni egy új autót, de mondjuk nem biztos, hogy pont az autópálya... Jaj, bazd meg, amit le kéne mennem. Szóval nem biztos, hogy az autópálya legnagyobb kellős közepén érné meg az az autólopás, semmi gáz. És már úgysem sokáig megyünk. Először is át kéne vedleni, mert már kurvára büdös lehet rajtunk ez a kis izé, trikó, meg minden. Kifelé köcsög. Bazán, miért kellett bezúzni az üvegét? Ezt én sem értem meg. Na mindegy. Megvan az autó, annyi a lényeg. Milyen tag life-os már gyerekek ez a GTA? Másra így annyit tolom, hogy már így élőben én is majd oda megyek egy autóhoz. Ezt így lazán. Csak én persze játékfegyverre mennék, mert csak arra futja. Izé vízipisztolyán minden tudjátok, azt így bezúzom az üvegeket. Na jó, nem, de ez már igen komoly. Jaj! Gyerekek, hát nekem is annyi eszem van, mint amennyi látszik. Nem tudom, miért érte meg ez az ütközés nekem.
Én véletlenül szálltam belük. Mentségemre szóljon, hogy eléggé késő van, úgy 2 óra, amikor ezt a videót felveszem, éjjel természetesen. De hát nem baj, nem baj. Ez a videó már úgyis késik, vagy 2 napot. Ma mikor beígértem nektek? Tyűget! Az nem volt semmi, jött a tűzoltóból is. Na mindegy, most már egy a lényeg, érünk hoza valahogy. Tök mindegy már hogyan, csak sikerüljön. Oké, és már itt vagyunk a gazdag negyedbe, ez már a mi területünk. Szóval, ja, bevágottunk, és akkor még egy küldit letolok mindenféleképpen ebben az epizódban. Vüm. Na mi a szitu itthon? Megjöttem, köcsögök. Először tényleg nekem kéne átvedlenem, mert ez már szörnyű, komolyan mondom, ami itt történik. Remélem, hogy nem fog... Elnézést, csak beakadtunk egy pillanatra, nem indult el egyből a küldetés. Szerencsére úgy látom, hogy nincs itthon senki, király, akkor gyorsan átöltözünk. Vissza az öltöny, mert minden. Megnézzük, milyen öltönyeink vannak, majd lehet, hogy megyünk bevásárolni is gyerekek egyet. Jackie, hülye vagy, dehogy is. Glasses, open shirt, shirts. Mi a szar? Outfits, sweets, oké. Most legyünk mondjuk... Hát ebben. De nem, inkább ebben leszünk, nekem ezt tetszik. Majd nézzék, mi az full sweets. Hát ez jó lesz, teljesen jó lesz. Meg egy szemcsit fölnyomunk mellé. Így is van. Ez így aztán igazi dzsigolós. Így azért én elegánsban azért mégiscsak jobban érzem magamat. Mert így érzem én jól magam. Na jó, nem adunk elő kis grófót természetesen. E-mail, Dave. Szobd le a faszt. Na, oké, indítsuk el a küldit, gyerekik. Home, sweet home. Ilyen már, hogy az embernek a saját kérójában van küldje. Lel. Na mindegy, eltelik egy kis idő, annyi bizonyos, egy kis nagy idő. Nézzük a tévét. Ilyen komoly jelenetek, egy ilyen tévének én is örülnék, nem leptek meg egy ilyennel, gyerekek. Na mindegy. Mi az, hogy a házadban dohányzok, köcsög? Én is a megvetője vagyok a dohánynak, de egyelőre az én házam buzi. Na. Hát mit képzelsz magadról, örömlány? Az én házam mit támogatlá? Menj már a picsába! Többet ér a tévé, mint az életet, hallod? Na. Gyerekek meg az enyémek, köcsög, strícisek fej. Na megint itt ez a nyomorék. Takarodjál már a házamból, fuszi! Fuszi? Ilyet sem mondtam még életemben, fuszi! Ez igen, gyerekek. Fuszi, ez lesz a részcíme, komolyan mondom, na jó, nem? Nem tudom, mit akartam mondani nekek, köcsög, de hogy jött ez, hogy fuszi? Jézusom már, olyan későn, hogy azt sem tudom, mit beszélek. Fuszi! Na jó, namaste, menj a namaste és picsádba! Mindjárt beverem a pofádat. Remélem, hogy összeverhetjük. Örülnék neki. Tuti, hogy belebasszok a medencébe, érzem. Biztos vagyok benne. Lehet, hogy nem, de van egy ilyen megérzésem. Na nézzük, jógázni fogunk. Ú, de jó! Mindenki örül neki. Fuszi, vagy mit mondtam? Ja, fuszi. Komoly. Beszarok. Seggfej, S.O. Ö-ok. Én ezt nem akarom megnézni valamiért, remélem a kezemet nem fogod meg, te retkes buzi. És kajak itt jógázunk, nem már. Jézusom. Dű, mit csinálsz? Jézusom, össze ne törjél, hallod? Nekem ne csobogják is patak. Fejbe rúglak mindjárt. Baszom szájba rögtön. Mit csinál ez most komolyan? Dű. Én meg nem csinálom. Jaj, ne, Michael, ne csináld, Michael! Mi most, mit csináljak? V... A... S... Nem is lehet, ha a 4-et egyszerre lenyomni. V... Hát ezeken nem megy. Jézusom! Vicces és szomorú egyszerre, anyádat! Hát hogyan csináljam meg? Aha. Aha.
Na jó, Jézusom. Hagyjuk már. Fabian's time. Jó, én nem is akarom, hogy kell kilépni. Ja, várjál, most már kezdem érteni ám. Amerre mutat. Aha! Mutatják ám, hogy mit kell. Aha! Mutatják bizony. Vágesz. De kafa! Kezd el belejönni, no comment. Namaste. Na jó, az már kicsit homáros lesz, nem Michael? Azért túlzásokban ne essünk. Ezt leszcreenshotoltam azért gyorsan. Na. Nem csinálom bonyolultat, köcsök. Szobd le a pöcsömet, az jó lesz. Órákig sírok, megállíthatatlanul. Jézusom. Ez már sok. Most kajak erről szól, hogy küldi, hogy jó gázunk, ne csesz már föl. Ez elég málassan. Vágjuk már bele a medencébe. Mit tudom én. Te meg izé, ne szüljél már azé. Na, oké, ennyi pont elég volt szerintem. Nem lehet kilépni? Jézusom. Nem, nem, nem akarok csatlakozni hozzátok. És az egeret hogy vigyem le? Na így, jó lesz, elvileg jó lesz. Elvileg? Mi a... Jézusom. Aha. Lassan belejövök ám. He's got great core strength for someone who's totally rotten there. Pró vagyok, pró vagyok! Végre! Gyerekek, micsoda megtiszteltetés, köszönöm! Na. Remélem elismeritek a munkásságomat ezek után. Na. Na, na. Hoppá! Az az Michael! Oppa! Azért belejöttem. Nagyszerű. Remélem, hogy ez mind a küldetés volt. Amanda. Ez most mit csinál? Plank. Chaturanga. Mi a szar? Na jó, hadd ne fűzzek ezekhez az eseményekhez, amit hozzá. Azért buzi még nem lettem, köszönöm. Ezeket már nem fogjuk csinálni. Hát az előzőt is már bánom. Én már tökönben, nem azt te. Mike. Nem, nem. Nem. Bazd meg, Mike. Muszáj volt? Beszarok. No. Direkt elcseszem már lassan, esküszöm. Nem tudom, mi a tököm értelme van ennek. Várja. Az így, az meg így. Hogyan? Egeret egy kicsit bajlósabb. Anyád. Na jó, elég lesz, bazd meg. Nem próbálom meg újra. De már direkt cseszem el, hát nem, ki akarok lépni, ez egy szar. Baszki. Ez egy fos, ki akarja megcsinálni. Nem azért, na végre elcsesztem. Küldetés sikertem, Michael nem érte el a fényt. Mi? Nem mondta, hogy ez volt a küldetés, mondta, hogy nem kell előről kezdem. Olyat rage-elek. De olyat rage-elek. De olyat rage-elek. Na, azért mondom. Jó van. Mi a tököm, hogy lehetett a Rockstarnak egy ilyet betenni fülküldjénk? Michael nem érte el a fényt. Na jó, most tényleg vegyük komolyan, gyerekek, a figurát.
komoly jogákról beszélünk, sokan fizetnének ezért, most ingyen lehet ilyen tartalmat. Ja, hogy nem kellene elengedni. Értem. Sérved van, tesó, az nem jó. Na, majd most, figyelj. Figyelj, most koncentrálok a levegőnél, basztam el, rájöttem. Nem szabad elengedni. Most. Le. Kussolsz. Levegő. És ki. Így. Oké. Oké. Levegő. És ki. Oké. Lassan beleélem magamat, de jók vagyunk, gyerekik. Levegő. És ki. Föl. Nem olvasom, hogy mit mond ez a kurva. És ki. Le. Trevornak szóljak, hogy ő is jöjjön? Hmm. Trevorra mondjuk az érdekes lenne. De beszarok, gyerekek, hogy ez küldet, és azt hittem, hogy még valami bohóckodás így a küldi elején. Várja. Jó. Oké. Jók vagyunk. Dolgoznak anyádék. Engedd már ki. Na. Na ennyi. Nem foghatod meg a kezemet, vagy a pof... Na, menjen innen. Nem fogunk eladni, meg kukis a kezed. Na. Oké. Mi áll lefelé kutyát? Mit csinál ez? Medence. Ezt azt hiszem én is megcsinálom, hogy az én csajommal. Hát köcsög! Azért ez már sok volt. Verekedjünk már meg vele, nem azt te. Hál' Isten, takarodja már itt kúrogat, én meg itt izé, jógázgassa neki. Hát mi volt ez, gyerekek? Már fölbasztam én magamat. Fucking jóga, ne én is fölcsapok jógásnak, azt ezeket megcsinálom a csajommal, na. Menj Jimmy szobájába, na, Jimbo! Mi van a szomádba? Mi van? Jól mondom, namaste, minden. James! James! Nem hagylom magadra. Gyere ide, James! Bezúzzuk? Tudjél, bezúzzuk. Miért menj a megérzésem? Na mindegy, elmegyünk. Gyere! Jössz velem, James! Megyünk. Bár nem támogatom ezt az ötletet, hogy James jön, de jön. Mert ha James jön, akkor jön. Gyerünk, James! Gyorsabban! Na, gyere. Not my buddies. Ki barátkozna veled, köcsög? Na mindegy. Befele! Nem örül neki, hogy a szaros seggede ráülsz az ülésemre, de azért befele. Oké, na. Hol van a barátod? Burger Shotnál. Oké, menj a Burger Shotba. Én is elmennék egyet, szívesen így a Burger Shotba ellátogatnék most, éppenséggel. De nem baj. Krumlisztunk, Jézusom. Mindegy, erre én is kíváncsi leszek, hogy most mi lesz a Burger Shotnál. Közhely vagy, fogd be a pofádat, James. Gyerekek, nekem ez nem megy. Én nem tudom egyszerre figyelni az utat, meg feliratot is, úgyhogy gyerekek, én majd visszaolvasom a videókban, vagy nem tudom. Valami lesz majd, valahogy lesz majd. Én most vezetek. James így mondja a hülyeségét, ahogy tudom, én figyelem. De azért nem tudok mindent megígérni, elnézést. Közben egy laza tündérhapci. Természetesen egészségben minden. Szóval, ja. Látod, az előző jogás rész, ez mi volt? Hát ez no comment, na mindegy. Ja, ki a haverod? Ez? Na mindegy, itt vagyunk. Megjöttünk. Ez? A homár? Drug dealer-e? Ajjaj. Ajjaj. Jézus Mária.
Ő az apám. Köcsög. Ki ez a fasz? De szép vagy, More. De tényleg, hogy néz már ki? Van abból a másik dologból? Just one second. Mi a szar? Na, mi a tököm volt? Na mindegy, adjál belőle nekem is, na! Na mindegy, pattanunk. Hova megyünk most, gyerekek? Amúgy az normális, hogy... Fúra, nem vágom most a lényeget. Most mi legyen? Nem. Na jó, mindegy. Menj vissza Michael házához. Kicsit most így furcsa nekem más az Y-nak helyett a VOSD-vel vezetni. Én San Andreasban tök szeretek VOSD-vel vezetni, de itt amúgy nem. Ezt mindenképpen el kellett mondanom. Fasz a gyerek ez a Michael, most nem azért, gyerek itt nagyba veszi a füvet, mert minden. Ha ez csak nézi, nem hogy oda ment volna, hogy blablabla. Én beszóltam volna. Hát ilyen mi ez már, ennyivel támogatja, hogy a gyerek szívja, jó mondjuk. Tényleg ez a srác. Ez a hameszító. Ez full nem olyan, mint hogyha a mi gyerekünk lenne. Valamit benyomtam közbe. Bazd meg, jaj, beszipusztunk. Szipuál meg minden. Jézusom! Ne basz fel, hogy beszipuáztunk. Tuti, hogy ez áll a háttérben. Na jó. Ajaj. Ez egy pöppet, hosszabb folyamat lesz, gyerekek, ez a hazaút. Stop! Ne, hogy már stoppoljál! Még állatorvosok, Jézusom, gyerekek, nagyon komoly, itt szipuázunk. Ne, hogy már lecimmancsá! Mit csinál ezt? Jimmy, mit csinál ez a fasz? Mi a szar történt, gyerekek? Ajaj. Elvitte a drága autómat. Még itt megdöglöttünk. Ma már másodszor, kurva jó. Valaki el is húz minket. Ki a tököm vagy, nem tudom. De ez így nagyon konkrét. Nagyon-nagyon konkrét. Miért is lehetett volna ez egy szimplán egyszerű küldi, hogy csak hazaugrunk? Mi a fasz, majom? Majom befostam, én majmok. Beszarsz. Majmok bolygója, mi történt itt? Mi a tököm? Hova viszne? Ah, ufós küldi. Hát beszarok, ez kellett még, ufós küldi. Egyszer már volt ilyen, ugye csak az mellék küldi volt. Jézus Mária, ez már komcsi. Az úgy nem semmi. Pár screenshotot lőjünk már. Nem á. Nem, leharapják a pöcsömet. Csak attól félek. Ajaj. Hú, de tuncik vagytok, gyerekik. Ajaj, főleg te. Jézus. Mi ez a küldi, gyerekek? Nem ár. Atyavilág. Atyavilág, mi ez a küldetés? Mi ez? Jézus. És most nekem itt mit kell csinálnom? Wow! Hú! Nagyon adja neki. Nagyon-nagyon komoly kis tuc volt a szipu, már lassan én érzem magam beszipuázva. Remélem, hogy nem döglöttünk meg. Éppenséggel és nem kapok mission fieldet. És most hol vagyunk? Véget érhetne már ez a hatás, mert már lassan irritál. Pláne, hogy elnyomni sem lehet. Én az ilyesmények elrontója vagyok, szóval nem nagyon támogatom az ilyen szipukat. Na, visszatértünk a földre. Jééééé, csoda. Félig meddig, te kis geci Jimbo. Ezért nagyon megkapod a magadét. Fölpattanunk erre a szarra. Szerencsére alig kell tekernünk. Jézusom, gyerekek, ez azért komoly volt. Ez komcsi volt. Na, most már talán kezdünk visszatérni a földre. Jézus Mária. És hol a ruhánk már megint? Hol a szarban van már megint a ruhánk? Kilopta le? Komolyan no comment. Még a majmok elcibáltak, mert UFO támadás, beszarsz. Na mindegy, itt volnánk, végre hazaértünk. Nagyon nem lesz több ilyen küldi, mert ez egy fos volt. Na köcsög. És azért van a durva, kizárnak a házba. Hello! I'm home, köcsög. Hol vagytok? Hol vagy Jimbo? Itt vagy Jimbo? Hol vagy Jimbo? Hol van a Jimbo?
Tehát hol van a Jimbo? Tracy! Trace! Kajak mindenki lelécelt? Hál' Isten, Amanda. Na mindegy, én most már szeretnék felöltözni, ha nem lenne gond. De nem lehet, mindegy, én leszarom. Örül neki, hogy nincs itthon senki. Remélem, hogy elhúztatok végre, köcsögök. Remélem, tűnjetek el örökké. Én jól érzem majd magamat. I'm back! Na, ó, egy kis üzi. Michael, gondolom végül teljesen elvesztetted a fejed. Óha. Ó, mert mindjárt megkönnyezek, de... Na jó, Fabianet, aki egy közeli barát, közeli kúrótárs, te köcsög. Hát beszarsz, beszarsz, a kis Jimbo, én ezt szarrá verem. Elköltözünk egy időre. Van Isten! Nem is fog megváltozni egy ilyen ringyó miatt. Gyerekek, hát ez nem így van. Nehogy már itt idegesek legyünk, nem, nehogy már azt hiszjük már. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Ez az gyerekik. Amanda. Miénk a ház? Elment a sok köcsög. Ez már mi házunk. Nem fuck! Örüljé neki! Én örülök! Na mindegy, egy kicsit természetesen te fuck. Már elépett a família. Valaki jogát említett. Érdekes, hogy küldi volt. Maradjunk annyiba. Én nem akarom folytatni itt az eseményeket. Gondolom mindjárt jön a Trevor. Nem tudom miért, de van egy ilyen megérzésem. Azért ülünk most mi itt. Itt. Na mindegy, most már kapjuk meg az irányítást, én azt mondom, és akkor innen fogom majd legközelebb természetesen folytatni. 3000 dolcsit megint levontak. Yoga Nav, Aval, Elibo, Amanda. Jó, akkor nem veszük fel senkivel a kapcsolatot. Fuhú. Oké, gyere, akkor Michael pályafutása most két részig befejeződik. A következő részben még nem tudom, hogy Trevorra vagy Franklinnel megyünk-e. Ez a jó kis rész volt, akciódus rész volt. Én azt mondom, remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, és várjátok a folytatást, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot. És ne felejtsetek el feliratkozni az Imiszkó HD csatornára. Most már a 3K coming soon, tehát most már nagyon hajazunk a 3K-ra. Jimmy írt is nekünk. I got no, no wheels, G-Dog. Ok. Jó gyerekek, az autómat, remélem, hogy nem vitte el a kis high gránát, de sajnos elvitte még azt is. Jobban sajnálom az autómat, mint az. Ajánlom, hogy egy darabba hazahozza, a többit leszarom, miután a világgá mehet, csak a kocsi legyen meg. Értitek? Csak a kocsi. Na ide, innen folytatjuk majd legközelebb. Legyetek jók, sziasztok!